Az évek óta Bukarestben, a Balassi Intézetben zajló Magyar Zene Fesztivál fő célja a fiatal tehetségek felfedezése és támogatása mellett a klasszikus és kortárs magyar zenei értékek megismertetése, népszerűsítése. A világjárvány miatt a szervezőkben egy pillanatra sem merült fel az idei kiadás elmaradása, hanem igazodva az előírásokhoz, virtuális térbe költöztették az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő seregszemlét. A versenyre 18 éven felüli fiatal művészek jelentkezhetnek 20-25 perces műsorral, amelynek legalább egyharmadában magyar zeneszerzők műve kell szerepeljen. A fesztivál 16. kiadásán 10 előadó művész mérte össze tudását, tehetségét. Őket az elküldött felvételek alapján egy 4-tagú szakzsűri bírálta el, szintén online. Kósa András Lászlót, a főszervező bukaresti Balassi Intézet igazgatóját kérdeztük a rendhagyó fesztivál lebonyolításáról. Igen, valóban különleges magyar zenefesztiválra került sor, hiszen az elmúlt 15 évben, ez volt a 16. ugye zenefesztivál, de az előző 15 alkalommal mindig a fesztivál talán legjellegzetesebb hangulata az az volt, hogy itt a koncerttermünkbe léphettek fel a versenyzők. Volt egyféle interakció, volt egyféle párbeszéd a zsűri és a versenyzők között, közönség és versenyzők között. Ez most hiányzott, vagy erre most nem került sor, és ugyanígy nem került sor a gála koncertes, amit most már évek óta az NSZK Múzeum gyönyörű termébe tartunk, ami egy külön ünnepi hangulatot ad ennek a kis fesztiválnak. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy vannak bizonyos szempontok, amik nem változtak. Tehát a jelentkezés folyamata az ugyanúgy zajlott, mint eddig, egy felvételt kellett beküldjenek a versenyzők, az ugyanúgy eddig is többnyire online formátumban történt, vagy formában történt. Nagyon ritka volt ma már az, hogy valaki postán akarja a felvételt elküldeni. Az viszont látszott a versenyzők pontosabban a versenyben megjelenő hangszerek kapcsán, hogy voltak bizonyos nehézségek. Például nem volt az idén egyáltalán önálló zongorista versenyző, hiszen nem volt arra lehetősége annak, akinek nincs otthon zongorája, hogy gyakoroljon, illetve a felvételt elkészítse. Az egyetemek is zárva voltak, tehát nem tudta ezt felvenni. Ugyanígy mondhatom, kiindulva a tavalyi fesztivál győzteseiből, hogy az ütőhangszeresek hiányoznak az idei fesztivál repertoáriából, hiszen nekik se volt arra lehetőségük, hogy bemenjenek a zeneegyetemre, és ott gyakorlatilag ezeket a felvételeket elkészítsék. Természetesen mi minden negatívumnak, ennek is vannak bizonyos pozitívként értékelhető aspektusai. Ilyen például az, hogy nagyon sokszínű lett a hangszer szempontjából ez a fesztivál. Elég, ha csak a díjazottakat nézzük, hogy trombitás, gitáros, fuvolás is van a díjazottak között, tehát nem úgymond a klasszikus, megszokott hegedű zongora, vagy hegedű zongora duó az, ami a díjak nagy részét elvitte. Ugyanilyen pozitívumnak kell megemlítenem azt is, hogy ugye nekünk az első három díjon kívül, illetve a Bárcslajos emlékdíjon kívül van egy harmadik díjunk, ahol kifejezetten a közönséget kérjük meg arra, hogy szavazzon a kedvencére, és ez a díj abból áll, hogy a naptári év utolsó rendezvényét a Balassi Intézetben a karácsonyi koncertet ő tarthatja. Soha ennyien nem szavaztak, mint az idén a közönség díjasokra. Több mint 10 000 adták le szavazatukat, amit természetesen soha nem fogunk elérni egy offline, vagy egy gyakorlatilag megvalósuló, vagy helyszínen megvalósuló, közönsége megvalósuló koncert fesztivál kapcsán. Ezt mindenképpen azt gondolom, hogy abszolút pozitívum, és nagy valószínűséggel ezt megtartjuk a jövőre való tekintettel is, hogy miközben itt fognak zajlani a versenynapok, azt élőbe fogjuk közvetíteni a különböző online felületeken.
jelentkezés szempontjából esetleg vett észre csökkenést abból a szempontból, hogy a jelentkezők nem léphetnek fel közönség előtt? Mi nem tapasztaltuk ezt, tehát hogyha ezt számarányosan kellene megjegyezni, akkor gyakorlatilag nem mondhatom azt, hogy kevesebben, vagy jóval kevesebben. Tehát nagyjából ugyanannyian jelentkeztek az idei fesztiválra, mint az elmúlt évek átlagát, hogyha megtekintjük. Nem volt nehéz feltölteni a versenyprogramot. Talán az volt nehéz, hogy a sok jó versenyzőből azért nem sikerült mindenkinek bejutni a döntőbe, hiszen van egy időkorlát, amit az online tér ellenére is megtartottunk, hogy 9-10 versenyszámnál többet nem szeretnénk ebbe a versenybe megjeleníteni, hiszen az már a zsűri számára sokkal leterhelőbb, illetve a közönség számára is, még akkor is, hogyha ez online térbe zajlik. Tehát ilyen értelemben nem láttunk változást. Természetesen van egy fluktuációja, hiszen hogyha jelentkezik valamely hangszerosztályból valaki egy ilyen fesztiválra, akkor az többnyire húzni szokta magával az osztály többi tagját, hogy ők is jelentkezzenek, de ez eddig is változott. Tehát voltak olyan évek, amikor fúvós hangszerekkel játszók voltak úgymond többségbe, vagy nagy létszámba, ők hiányoztak. Az idén nem, de ilyen jellegű változások voltak. Zsűri tagjai az idei évben, illetve hát az elmúlt években nagyjából ugyanazok voltak, tehát egy összeszokott, egymást ismerő társaságról van szó. Itt hadd említsem meg, hogy van két olyan zsűri tagunk, aki kezdetektől tagja a zsűrinek, Tóth István, aki annak idején az intézet aligazgatója volt, illetve most a zsűri elnökeként is szerepel, a fesztivál egyik megálmodója, és hát természetesen Stán Katalin, akivel évek óta nagyon szorosan együttműködünk a zenei programjaink kapcsán, de a többi zsűritag is régóta részes ennek a fesztiválnak, úgyhogy nem volt nehéz az, hogy ők egymás között kommunikáljanak. Azt is hozzáteszem, hogy nem kizárólag csak most felvett felvétellel lehetett pályázni, és ez nyújtott bizonyos értelemben segítséget a jelentkezőknek, hiszen akár régebbi felvétellel is lehetett jelentkezni. Így volt olyan, aki eleve koncertfelvételt küldött be jelentkező versenyszámként, és ő is természetesen ugyanazokkal a feltételekkel versenyzett, mint mindenki más. Volt olyan is természetesen, aki valószínűleg többször felvette a beküldött anyagot, hiszen erre most lehetősége volt, és nem volt a vizsgadrukk, úgymond a zsűri előtt. Ez megint azt mondom, hogy nagyon személyiségfüggő, hogy van, akit pont motivál a közönség és a zsűri jelenléte, van, akit pedig éppen blokkol. Bár egy előadó művésznél azt gondolom, hogy a közönség az rendkívül fontos szempont, és ez inkább segítheti az ő fellépésüket. Úgyhogy itt azt is tudom mondani, hogy nagyon bízom benne, hogy ez egy egyszerű alkalom volt. A pozitívumait mindenképpen megtartjuk a jövőre nézve, és bízunk benne, a jövőre újra itt lesznek a versenynapok élőbe megtartva.
Mint ahogy a versenyzők meghallgatása, úgy az eredményhirdető gála is online zajlott. A hagyományokhoz híven az idén is az első, második, harmadik díj mellett volt közönségdíj, valamint külön díj, amelyet Bács Lajos zeneszerző, karmester, a Magyar Zenefesztivál alapító mentorának emlékére hozta létre az Ákum alapítvánnyal közösen a Balassi Intézet. A 16. kiadás díjazottjai nevezetesen a közönségdíjas Paul Grossár és Bordos Nagy Csilla, a Bács Lajos emlékdíjas Pető Rebeka, a harmadik helyezett Filip Zsombor, a második díjas Alina Dragnea és Tudor Skripkáriu páros, valamint a nagydíjas Vlad Ráciu, a Párizsi, a Brüsszeli Magyar Intézet, a Római Magyar Akadémia és a Balassi Intézet valamelyikében koncertezhetnek majd.